Nyíregyházán a Búzatéren és környékén sok a szórakozó hely, az ittas emberek sok esetben rongálnak itt is. Van, aki például hazafelé menet elforgat egy táblát, ez is egy ilyen eset. A parkoló táblát 180 fokkal fordították meg, az információk így logikátlanul a kereszteződés felé haladva olvashatók. A tér másik részén ezt a biztosító szekrényt döntötték le, már helyreállították a dobozt, de az elhajlítás nyoma még látszik. Szintén a Búzatéren van ez a lámpa, ennek a burkolatát törték össze. Hogy mikor fordulnak elő ezek az események? Hát általában hétvégén, amikor a fiatalok jó időnek köszönhetően többen is elindulnak, és megfeledkeznek magukról. Egy pár pohár elfogyasztott alkohol után nyilván már nincs olyan önkontroll, és akkor esetleg tárgyakba belekötnek, vagy megrongálnak ilyeneket. Remélem, hogy a fiatalok ettől tartózkodnak, ugyanis a város területén közel már 150 kamera figyeli a város területén lévő cselekményeket, és így a szakemberek oda tudnak rá jobban figyelni, és ki is tudják szűrni. Gyakori még, hogy a sebességkorlátozó táblákat lopják el, legtöbbször szülinapokra viszik például a 30-as táblákat. A falak is csalogatják, főként a grafitiseket, és a játszóterek is célpontok. Ahol én lakom, ott előttünk van egy játszótér, és ott például pont a múlt hétvégén még majdnem oda is mentem, csak nem mertem oda menni, hogy mi történik. A kirakott ilyen körforgókat hát vandál módon tördelték, mert nagyon hangosan valamivel verték, vagy ütötték, nem tudom. Szent Miklós óvodában dolgozom a Sip utcán, és hétvégenként tapasztaljuk, hogy a lépcsőre leülnek a fiatalok, ott hagyják a szemetet, esetleg csúnya dolgokat művelnek ott, és hétfőn reggel ez a kép tárul a bejövő szülők elé. Nem gondolom, hogy ez helyes dolog, mindenképpen értelmetlennek tartom. És azt gondolom, hogy a fiatalok, akik rongálnak és randalíroznak éjszakánként, sokkal hasznosabban is eltölthetnék az idejüket. A rongálások több milliós plusz költségeket jelentenek, vannak olyan helyek, ahova rendszeresen visszatérnek a vandálok, ilyen például Nyíregyházán a Hősök tere, legutóbb és újra a kiállított villamost rongálták meg. Október 1-én éjfél körül Nyíregyháza egyik műemlékét, a Hősök terén kiállított villamost rongálták meg, eddig ismeretlen tettesek. A térfigyelő kamera rendszer rögzítette a bűncselekmény elkövetését. A felvételeken jól látható, hogy egy 8-10 főből álló fiatal társaság két tagja fölmászik a villamosra és megrongálja annak ajtaját. A rendőrség nagy erőkkel keresi az ismeretlen elkövetőket, amihez a lakosság segítségét is kérjük. A rendőrség honlapján a polisz.hu oldalon közzétettük a térfigyelő kamera által rögzített fényképfelvételeket. Ez a térfigyelő kamera rögzítette a történteket, az elkövetők akár 3 évet is kaphatnak, hiszen műemléket rongáltak, ez súlyosbító körülmény. A rendőrök a napokban Tiszavasváriban fogtak el rongálással gyanúsítható fiatalokat, vélhetően ők virágboltban, telefont fülkében és síremlékben is kárt okoztak.